A Szolnok és a Honvéd sztár alakulata jutott tovább a vízilabda Benu Magyar Kupa nagykanizsai csoportjából. Pénteken és szombaton összesen 10 mérkőzést rendeztek a kanizsai úszodában. Az OB1B-s házigazdák 4 első ligás, hazai és külföldi válogatottakkal, olimpiai, világ és Európa bajnok játékosokkal teli tüzdelt együttessel mérték össze erejüket. Kasperék valamennyi mérkőzésükön helytáltak, játékukkal, góljaikkal gyakran késztették tapsra a publikumot. A kanizsaiak a Honvédnak és az UVS-ének 7-7, a Tatabányának 5, a Szolnoknak pedig 1 gólt lőttek. A két kapus, Pelle és Kis extra teljesítményt nyújtott a torna során. Gondolom láthatták a rengeteg nézőt. Ez a ugyan harmadik alkalommal rendező Magyar Kupát, ennyi néző érdeklődő még úgy gondolom sose volt a mérkőzéseken. Ez mindenképpen pozitívum. A rengeteg vízilabdás gyerek, egyéb tanuló, nagyon sokan kijöttek a mérkőzésre. Ez egyik, ami hozadéka ennek a kupának. A másik, ami mindenképpen hasznos, hogy szerintem szakmailag sokat tudtunk tanulni ezektől a csapatoktól. Úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen megálltuk a helyünket. Talán a legszorosabb, ami egy kicsit meglepett, és az a Honvéd elleni mérkőzés volt, ahol nagyon szépen az első fél időig nagyon szépen álltunk.